Egészen Szegedről érkezett ez a házaspár, egy többnapos kiránduláson vettek részt a gemenci erdőben, azonban hazaindulás előtt úgy gondolták, megmártóznak a Szálkai tó vízében. Már többször jártak a strandon. Nagyon jó a víz, jó minőségű a víz, és jó volt benne úszni, kicsit szokni kell még a hideget. Pörkölt főzéshez rak tüzet a Szekszárdi első Béla gimnázium 11. osztályának osztályfőnöke diákjai segítségével. Egy napos osztálykirándulásra jöttek a Szálkai strandra. Főzés mellett természetesen fürdésre is maradt idő, mondja az osztályfőnök. Az éjszakát sajnos nem tudjuk máshol tölteni, ezért mindenképpen valamilyen Szekszárd környéki helyet kerestünk. Szálkai szóba került, és végül sem mellett döntöttünk. Hivatalosan június 15-én indul a strandszezon Szálkán. Pálffy János, a település polgármestere azt mondja, a víz minősége kiváló, már bevizsgálásra is került. Továbbá megközelítőleg 10 millió forint értékben történnek fejlesztések is. Többek között új játszótér épül, ami a napokban el is készül. Fölújítottak a röplabdapályát, fölújítottuk az épületeket, az épületeken tetőt cseréltünk, térburkolatot csináltunk a büfékocsi elé, és napágyak lesznek az idén a vendégek részére. Úgyhogy minden készen áll arra, hogy itt nagyon jó és szép szezont csináljunk az idejében. Faddomboriban is elvégezték a szokásos felújítási és karbantartási munkálatokat a szezon kezdetére, illetve a partfalak javítása és megerősítése is megtörtént, közel 700 ezer forintból. Sok fürdőzővel erős szezonra készülnek az idén, ami többek között az új bicikli útnak lesz köszönhető, mondja Vusin Gábor. Ez igencsak meglendíti majd, én azt gondolom, a helyi turizmust, illetve hát ez egy nagyon jó dolog, hiszen ugye a szülők is el tudják engedni a gyerekeket Tolnáról, illetve a környező településekről, egy biztonságos, szép kerékpár úton ide le Domboriba fürdeni, illetve a családok is le tudnak jönni aktív turizmus keretében egy jót fürdeni, enni egy lángost a strandon, vízibiciklizni, kajakozni, szappozni. A tervek szerint több szórakoztató program, sportesemény is lesz Faddomboriban, valamint új szolgáltatásokkal is találkozhatnak a strandolni vágyók. Pálffy János és Vusin Gábor is megerősítette azt, hogy nem kell majd védettségi igazolvány ahhoz, hogy az emberek kiélvezzék a szabad strandok adta lehetőségeket.